miért tartják fontosnak a megkülönböztető védi egyik védjegyek alkalmazását? Hogyan játszhatnak szerepet a termékek versenyképességének növelésében? Erről kérdezem díszvendégünket, Varga Pál Petri Zsolt urat, a Petri cégcsoport ügyvezető igazgatóját, a Petri dinasztia 9. generációját. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örvendek, hogy itt lehetek, és részt vehetek ezen a tájékoztatón. De szeretném mutatni először a cégünket egy pár mondatban. A Petri céget 1879-ben alapította Petri Zsigmond, de ettől visszamenőleg még több generáció és a család a hentes szakmában tevékenykedett. A cég alapítás 1879-ben történt, körülbelül amikor a Pikket és a Hercet is alapították. Ezek biztos ismerősebben hangzanak önök számára. Jelenleg 28 bolttal rendelkezünk Erdély szívében, és leginkább a jó minőségű hentes termékeket készítése a fő célunk és tevékenységünk, alaptevékenységünk. Mi is leginkább helyi alapanyagokból dolgozunk, azért, hogy támogassuk a helyi termelőket és a helyi gazdákat. Másképp is felkaroltuk őket, hiszen létrehoztunk egy helyi termelők vásárát, Marosvásárhelyen, ahol a helyi kis termelők népszerűsíthetik, forgalmazhatják termékeiket. Ugyanezeket a termékeket a Petri boltokban is meg lehet találni. Ezen kívül részt veszünk a gyerekek oktatásában is, hiszen Magyar Termék Nagydíjra is pályáztunk ezzel az oktatási programunkkal, ami a Kiskupta névre hallgat. Itt gyerekeket tanítunk arra, hogy hogyan kell egészségesen táplálkozni, és próbáljuk velük megismertetni és megszeretetni a szakmát, hogy ez a 9 generáció is tovább menjen a jövőben is. Tavaly előttig nem is álmodtunk arról, hogy mi Erdélyben Magyar Termék Nagydíjra tudnánk pályázni. Tehát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt.